Halloween-i akció a FIFA Coin Zone-nál. Ha a Bazsi kuponkódot használod, minden vásárlásod után 15% kedvezményt és plusz 10% FIFA Coin kapsz. Na szevasztok srácok, itt vagyunk egy újabb Road to Glory részben, és hát elég régen volt, kb. Egy hete, és ez alatt elég sok minden történt, méghozzá változtattam egy kicsit a csapaton, illetve eladtam a BBVA csapatomat, és vettem helyette egy nagyon OP kis Serie A csapatot, úgyhogy most egy kicsit itt az elején megnézegetjük, hogy mik voltak a változások ez alatt az idő alatt, kezdjünk is bele. Itt látható gyönyörű szépen nekünk a Bundesliga csapatunk, nem volt sok változás, de három van azt hiszem, hogyha jól látom. Vettem kapuba egy Lénót, ugyanis azért ő mindenféleképpen jobb, mint mi volt a neve, Sommer. 86-os 18.250 coin volt, nem a legolcsóbb, de hát mindenképpen olcsóbb, mint egy Neuer. Illetve a középpályán fejlesztettünk, jött a csapatba Renato Sanchez szintén 18.000 coinért. Tehát ő egy brutális állat, FUT Championson. Láttam, hogy mindenki őt használja, és kipróbáltam, és tényleg nem rossz annyira, 4 meccset játszottam vele. Beleakadnak a labdák, tehát hogy így nem passzolsz el mellette semmit. Illetve van nekünk még egy kis Castro barátunk itt. Ő annyira nem volt drága, 17 meccset már letoltam vele, 3 gól, 1 assziszt. Igazából védekezőbb típusú középpályásnak tartom. Nem rossz igazából a játékos, nagyjából olyan, mint a Gustavo, csak kicsit gyorsabb, azt hiszem. Úgyhogy ez a Bundesliga csapat így néz ki, és akkor nézzük is a Serie A csapatunkat. Itt is vagyunk, ez nem egy ilyen hüde nagyon drága kis keret, kb. 20.000 coinból össze lehet szerintem hozni. Viszont nagyon OP, tehát itt a védelmünk, Koulibaly, Rüdiger, két legvadállatabb védő szerintem a játékban. Illetve itt van Florenzi, aki egy mindenes állat, tehát hogy így fú, brutális az ember. Aztán az egyik kedvenc játékosom volt FIFA 16-ban, Asamoah, ugye left midfielder volt, behozták középső középpályára, és szerintem amúgy jól tették, mert hát viszonylag lassú, de én azon a poszton is szerettem, itt meg még jobb lesz szerintem. Illetve itt látható a csapatban Birsa Papa, egy legenda a PEC Projectből. Kipróbáltam ezt a csapatot, egy meccset játszottam velük, a gyerek 15 percig bírta. Hármat gurítottam ez idő alatt, és Birsa is szerzett egy gólt. Úgyhogy nincs vele probléma, 500 coin volt gyerekek, tehát hogy így... What? Illetve itt van egy Muriel, aki egy brutális vadállat. Két meccs, 4 gól, 3 assziszt, szerintem magáért beszélnek a statisztikák, 4 csillag, 4 csillag. Brutális. Úgyhogy szerintem ez egy jó kis keret, én úgy gondolom, mindenféleképpen jobb, mint a BBVA-s, ugyanis azzal nem nagyon ment a játék sajnos. Viszont srácok, ma a Bundesliga csapattal kezdünk, ugyanis egy kicsit fáradtak itt a Serie A-s srácok. Az előző mérkőzést velük játszottam szezonban, ezt ti nem láthattátok, de mindenféleképpen úgy éreztem, hogy ki kell őket próbáljam, mert hogyha szarok, akkor értelemszerűen eladtam volna a retekbe a csapatot. Minden esetre azt a meccset megnyertem, nézzük is igazából. Tehát úgy állunk eddig, hogy 2 győzelem, 1 vereség, 3-0-ra hoztam ugye azt a mérkőzést, és az előző részben volt egy 5-0-ás vereségünk, győzelmünk, és egy 4-1-es vereségünk, ami annyira nem jó, de hát én úgy gondolom, hogy simán feljuthatunk, sőt bajnokok is lehetünk, úgyhogy kezdjünk bele. Na meg is van az ellenfelünk, nézzük a csapatát. Ez egy... spanyol bajnokság, meg egy-két másik játékos, például Reina, Albiol, illetve egy fogalmam sincs, hogy ki az ott a közepén. Hát illene nyerni, én úgy gondolom. Bazd meg, hát ez mi a szar volt, ember? Úristen, milyen gólt kaptunk. Fuck, na hát ez szép kezdés, baszki. Ilyet többet nem szabad. Az nagyon szép komankám. Úgy van, Didavi, köszönöm szépen, papi. Őt én soha nem fogom lecserélni, mert egy akkor egy baszó állat, hogy hihetetlen. Tehát, hogy jó, mondjuk ezt öreganyám is belőtte volna, de nagyon jó játékosról beszélünk, úgyhogy ő mindenképpen alapembere marad a csapatnak. Az de szép labda! Azt a rohadt élet! Tök jól játszik a srác, hallod? Olyanokat csinál, hogy eszembe nem jutna.
Jaj, Léno. Úristen, de kijátszott, baszki. Közöm nincs a meccshez. Johan. Úgy van, 2-1, ez az. Gyönyörű. Egy-két villanásunk van, amúgy sokkal nem vagyunk jobbak szerintem. De vezetünk, és ezt meg kéne tartani, de úgy nagyon. Jó, az még Didavinak, ott a harmadik, szevasz! Gyönyörű! Didavi, megint csak. Mondtam én, hogy egy állat. Fú, 3-1, hát ez gyorsan jött ez a második gól. Harmadik. Szép volt nagyon Komántól. Fasz, és bum. Ezt fejelt ki! Azt a kurva! Hát ki volt ott a Castrón? Fuck me! Hát ezt gyorsan visszakaptuk. Úristen, mi ez a meccs? Fél idő. Azt a mindenit. Nagyon-nagyon gólgazdag meccs. És nagyon gyorsan jönnek a gólok. De tényleg nem vagyunk jobbak, de vezetünk. Hát... kemény lesz itt a második fél idő nagyon. Hát az meg olyan szinten jön a gyerek. Olyan jól kontrázik, meg mindent csinál, hallod? Lefocizik a pályáról. Közünk nincs a meccshez. Vágott? Közünk nincs. Nem hiszem el, b***! Nem hiszem el! Mi a f***? Mi ez? Hát ezt nem érdemelte meg már, bocsánat. A kurva életbe. Ilyen rage-et se láttok tőlem soha többet. Kettő ilyen faszom gól, hallod? Há? Szégyen ez a játék, bazd meg. Pú! Azt a rohadt élet. Szokásos magyar dolog, baszki. Utolsó másodpercbe szopjuk be a gólt. Na, jöjjön a következő meccs. Esküszöm, nem térek magamhoz, hallod? Ilyen gólt kapni az utolsó pillanatba. Fú. Na mindegy, srácok, kezdjünk bele a második mérkőzésünkbe, verjük szarra az ellenfelünket, mert ez vicc volt ez a meccs. Na nézzük a második ellenfelünket, Serie A csapata van, ami egyik... szóval baszki, az azért egy jó kis csapat. Azt a mindenit. Meg fog vele gyűlni a bajunk az egyszer, biztos. Persze! Nyilván! Azt a mindenit, Neto! Azt így leszett el azán? Hát tudtam én, hogy meg kell venni ezt a gyereket. Azt a mindenit. Úristen. Az gyönyörű Muriel. Ott a gól, így van, 1-0. Muriel megoldja. Hú, nagyon kellett ez a gól. Ugyanis egy kicsit így biztonságosabb a dolog. Azt nagyon beverte a Banega, baszki. Az egy kurva szép gól volt. 1-1. Nyerni kell pedig. Sharavi. Ez gyors. Birse papa. Reina lábai között. Így kell csinálni 2-1 a 36. percben. Szép volt nagyon. Az gyönyörű Muriel. Ott a harmadik, ez az. Gyönyörű. Így kell csinálni, srácok. Óriási ez a Muriel gyerek. Hihetetlen jó. Esélye nem volt a kapusnak. Ez baj lesz. Ebből baj van, baszt, hogy jövj oda be? Ekkora gólokat kapni. Úristen, gyerekek. Hogy így eltalálni egy labdát, baszki. Csá, meg sem mozdult a Neto. Az Florenzi. Azt hittem benn van. Na mindegy, fél idő. Vezetünk 3-2-re. Megint csak. Meg kell nyerni ezt a meccset, nem szabad kiengedni a kezeink közül, mert százszor jobbak vagyunk most a srácnál. Az előző meccsen ez volt, amúgy nem volt elmondható, de muszáj nyerni. Ott a Muriel, Mester 3-as. Vegyétek meg, nem drága. Esküszöm, jó játékos. Hihetetlen, eddig csak 3-at lőtt ezen a meccsen. Birsa, azt a mindenit, mekkora lövés volt pedig. Reina pedig a kopasz fejével gyönyörűen szét kiszedte. Én meg beszélni meg majd megtanulok egyszer talán. De jó vagyok, hallod? Full lerengedem a gyereket sehova. Hallod, egyedül hagyom, jól van, gratulálok, Simon. Világ balfosza. Oké, köszi.
Jó, nem leszek ideges, vezetünk, baszki. Gyerek egy lófaszt nem ér. Az, hogy én egy fos vagyok, az már egy másik kérdés. Sarabi, ott az ötödik, szevasz. Rohadt sok időnk volt várakozni, és épp időbe lőttük el szerintem, na mindegy. A lényeg, hogy bement, 5-3, hogyha innen visszahozza, akkor én megfejelem, mindent megfejelek. Akkor itt bajok lesznek. Na, hogyha most nem állított ki, akkor én megfejellek. Tehát ez így neki már a második sárgos pori. Köszönöm szépen, rendes vagy. Na. Korrekt. És itt a mérkőzés vége, ellenfelünk besértődött itt a végére. Nem csodálom amúgy, mert szarrá vertük. Köze nem volt a meccshez. Mondjuk azért lőtt 3 gólt, de na. Muriel is lőtt 3 gólt. Csak ő egyedül. 5-3-ra nyertünk, ami nagyon jó. Viszont hát olyan gólokat kapunk, gyerekek, hogy hihetetlen. Tehát ilyen szerencsétlen fosokat. Az előző meccsen is 2 ilyen össze-vissza pattogó szar, aztán most itt egy gyereknek a harmadik ilyen megint fos volt. Na mindegy, a lényeg, hogy ezt megnyertük, az meg, hogy a másik meccs az X lett, ezt igazából meg is érdemeltük, hogy ne nyerjük meg, de igazából mindegy, ez van. 5 meccs alatt kéne 5 pontot szerezni. Na most én ezt szeretném 2 meccs alatt megcsinálni. A következő részben ez lesz a célunk, viszont srácok, mára ennyi lett volna, remélem, hogy tetszett, hogyha igen, akkor dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, hogyha esetleg ezt még nem tettétek volna meg. Én köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk a következő részben, szevasztok!